Az a megértés jött, hogy, illetve kérdés jött lélek által, hogy mi lehetett a fenevadnak az első bélyege. Mi lehetett az első bélyeg, amit felvettek az emberek. És Isten visszavezetett az édenkertbe, teljesen a teremtéshez, amikor is Ádám és Éva ott voltak az édenben. És az jött, azt mutatta Isten, hogy ott történt a fenevad első bélyegének a felvétele, ami tulajdonképpen ma is ugyanaz, ami akkor, és ez generációról generációra ismétlődik, és nem csak hogy generációról generációra, hanem személyenként, egyenként, napról napra változik ez a fenevad bélyegének a felvétele. Ugyanis ugye az édenkertben ugye az történt Évával, hogy bizalmatlanná vált Isten felé. Elkezdett gondolkodni azon, elkezdett kételkedni Istennek a szavába, és elkezdett azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha enne erről a fáról. Persze ezt idézőjelesen mondom, hogy enne a fáról. Tehát mi lenne, hogyha nem azt cselekedné, amit nem azt cselekedné meg, amit Isten mondott. És mivel, hogy megjelent ez a gondolat az ő fejében, mivel, hogy kétségei lettek Isten szavával szemben, és mivel, hogy bizalmatlanná vált Istennel szemben, ahogy megfogant ő benne ez a gondolat, úgy azonképpen azáltal cselekedett is. Tehát így került a fenevad bélyege. Először az ő homlokára gondolat formájában, de nem olyan gondolat formájában, amely Istentől való, hanem a bizalmatlan, kételkedő saját gondolata által, tehát a saját gondolata által került a homlokára a fenevad bélyege, majd pedig a jobb kezére, hogy előbb kigondolta, majd pedig megcselekedte azt, érintette a kezével azt, amit nem lett volna neki szabad. És ezután Ádámmal is, az ő személyében is megtörtént a fenevad bélyegének a felvétele, mert ő sem Isten szava szerint cselekedett, hanem nem az Isten szavában bízott, hanem az Éva szavában, az Éva szava után ment, és mivel, hogy nem Istenre figyelt, hanem Éva szavára, az Éva igéjére, az Éva igézésére, ezáltal ő is felvette a homlokára a bélyeget, majd pedig a karjaival, a kezével megcselekedte azt, amit Éva mondott neki. És ugye aztán azt írja a Biblia, hogy vettek bőrruhát, vagyis igen,
Az Úristen pedig bőrruhát csinált Ádámnak és feleségének, és felöltöztette őket. Erről azt adta Isten, hogy bőrruhát, ugye bőrruhát kaptak, de hogy mi tulajdonképpen a bőrruha? Az, hogy akkor lettek testé tulajdonképpen. Előtte nem ilyen anyagi testük volt, mint ami most van az embernek, hanem olyanok voltak, mint az angyalok, tehát ilyen, meg mint ugye Jézusnak is a feltámadás után, hogy megdicsőült testük volt a bűnbeesés előtt, és talán anyag nélkül így láthatom ezt magam előtt, hogy nem volt anyaga, úgymond ennek a testnek, hanem megdicsőült test volt, lelki test tulajdonképpen, de még ez se jó kifejezés, mert hogy lelkek voltak, ugye, akkor. De ahogy ugye elkövették a bűnt, ahogy elfordultak Istentől, ezáltal ugye, ahogy felvették a bélyeget, a bűn következtében magukra öltötték az anyagi testet, és így lett nekik bőr ruhájuk, hogy tehát így lett kézzel fogható ez a test, ugye minket is most a bőr védelmez tulajdonképpen, ha így testileg és tudományosan akarjuk megmagyarázni, ugye arra szolgál, hogy védje a testet, a belső szerveket a külső hatásoktól, és így lett tulajdonképpen nekik bőr ruhájuk, és így öltöztette fel őket Isten, de nem Isten öltöztette fel őket, ő csak megengedte, hogy ha már használták, tehát ha már elfordultak Istentől, és gondolatban, testileg gondolkodtak saját maguk által, saját elképzelésük által gondolkodtak és cselekedtek, akkor megtapasztalják ennek a következményét, és így a lelki test, vagyis a lélek tulajdonképpen testet öltött, anyagi testé változott. És ugye utána mondja Isten, hogy íme az ember olyan lett, mint közülünk egy, mivel tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát, hogy az ember Istenné tette magát tulajdonképpen. Olyan lett, mint közülünk egy, tehát ő saját magát Istenné tette, mivel tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, mivel az ember úgy döntött az Édenben, hogy majd ő tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem bízza ezt Istenre. Tehát a kételkedés által történt az, hogy megtudta, ő döntötte el az ember, a testi gondolkodás által, az Istentől elfordult gondolkodás által, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem hagyta tovább, hogy Isten őt tulajdonképpen a jóba tartsa, és hogy nem bízta magát Istennek a vezetésére. És ugye ezután végig-végig meglett tulajdonképpen ennek a következménye az egész Bibliában. Nem véletlen az, hogy ugye megjelent a sok betegség, és hatalmas pusztítást végzett tulajdonképpen ugye a lepra és a fekély, ami már mind annak a következménye és annak a hatása, hogy felvette az ember a fenevadnak a bélyegét. Tehát ugye felvette
Levike által jött, mikor mondta, hogy mit szoktak az emberek felvenni, hát a ruhát is ugye magukra veszik, és ugye magunkra vettük a bőr ruhát, a testet tulajdonképpen magunkra öltöttük, és ezáltal már magunkra vettük a fenevad bélyegét. És minden ilyen cselekedetnek, minden ilyen gondolkodásnak megvan a következménye, és most is az történik, ugyanaz, mint régen a Bibliában, amikor pusztított a lepra, hogy a hazugságnak, a bűnnek, ugye az lett a következménye, hogy elkezdett rothadni az emberi test. Tehát, hogy ez, tehát, hogy igen, hogy elkezd rothadni, úgymond élve, elkezd bomlani a test tulajdonképpen, és hogy lássuk és szembesüljünk azzal, hogy mit választottunk, hogy mi a mi választásunknak a következménye, hogy mibe fektetjük tulajdonképpen az energiát, és mibe fektetjük a hitünket. Tehát, ha a testbe fektetjük a hitünket, úgymond a test istenének hódolunk, mert azáltal, hogy mi testileg gondolkodunk, testileg cselekszünk, azáltal, hogy nem az Istennek, nem Jézus szava után, nem Isten szava után cselekszünk, hanem a test szerint, ami tulajdonképpen a fenevad, mert én vagyok ugye a fenevad, ezt megmutatta Isten, és megmutatja mindannyiunknak, hogy mi vagyunk a fenevadak. Én vagyok a fenevad, de én akkor vagyok a fenevad, amikor nem hagyom, hogy Isten vezessen, és nem hagyom, hogy azáltal, hogy Isten adja az én, tehát, hogy Isten vezessen engem lélek által, illetve átformálja az én gondolataimat, addig én test szerint cselekszem, és a fenevadnak hódolok, és a test istenét imádom. Tehát mivel a test akaratát cselekszem meg, és a test akaratához tartozik az is, hogy a vágyaim, azok a vágyaim, amelyek a testnek kedveznek, ez nem más, mint az, hogy én a test istenének hódolok tulajdonképpen. Én a test istenét dicsőítem, és a test istenét imádom, de az az Isten, nem az az Isten, aki megteremtett, és aki elhívott minket, aki az igazságra vezet el minket. Ez nem az az Isten, hanem ez a fenevadnak az Istene, és ezért imádjuk az ő képmását. Tehát a fenevad képét imádom, azaz önmagamat, saját magamat, és más embereket követek, mindenféle embert, orvost, vezetőket, családtagokat, és mindent, ami ember által jön, azáltal én a fenevadat imádom, és leborulok a fenevad előtt, és minden egyes alkalommal, amikor én úgy döntök, hogy megkérdőjelezem Istennek az akaratát, mint ahogy velem is történt a napokban, ugye, hogy Isten azt mondta, hogy imádkozzak 7 napig a gyermekért, de én másnak a szavára hallgattam, és ezáltal belém költözött a kétség.
Abban a szempillantásban, ahogy a kétség belém költözött, és én megkérdőjeleztem Istennek a szavát, megkérdőjeleztem a hitet, megkérdőjeleztem a bizalmat, azáltal én már elfordultam Istentől, mert embernek a szava után mentem, és onnantól kezdve már a saját akaratom után mentem tulajdonképpen, amelyet a kétség és a bizalmatlanság irányított, és abban a pillanatban én már a homlokomba felvettem a homlokomra a fenevad bélyegét, és miután oda beköltözött, nem Isten által volt a gondolat, nem lélek által volt, hanem ember szava által. Onnantól kezdve már én őt imádtam, anélkül, hogy ezt tudtam volna, és meg is cselekedtem. Tehát felvettem a homlokomra, és a jobb kezemre a fenevadnak a bélyegét azáltal, hogy nem Isten szavát követtem, hanem a testnek a szavát, egy testnek a szavát, egy emberi elgondolásnak a szavát, elfordulva ezzel Istentől, és kétségbe vonva azt a kijelentést, amit ő adott. És így, ezenképpen mi mindig és bármikor fel tudjuk venni a fenevad bélyegét tulajdonképpen, akkor, amikor nem azt cselekszem, amit Isten mond nekem, abban a pillanatban, ahogy én kétségbe vonom az ő szavát, abban a pillanatban, ahogy én bizalmatlanná válok ő vele szembe, és belém férkőzik a félelem, a bizalmatlanság, a megkérdőjelezés, onnantól kezdve én abban a pillanatban felvettem a fenevadnak a bélyegét tulajdonképpen. És mivel felvettem, én azt is imádom, mivel azt cselekszem, amit a test diktál, az emberi elgondolás diktál, ezáltal én azt imádom, és azelőtt borulok le. És ez, mint ahogy velem is megtörtént, még azok után is, hogy nem, azok után is, hogy ugye egy jó ideje próbálok már Istennel járni, és ismerkedek vele, de mégis előfordul. De megtapasztalhattam azt is, hogy milyen, amikor mindenben rátámaszkodom. Egyik héten megtapasztaltam azt, hogy milyen az, arra tanított Isten, hogy milyen az, amikor minden lépésemet, minden gondolatomat ő irányítja, és minden cselekedetemet lélekben, lélek által cselekszem meg, úgy a munkahelyemen, úgy itthon, úgy a házi munkában, úgy bárhol, mert itt lehetek én a világban, úgy, hogy lélek által vagyok vezetve, és Istenre bízom magam, és érdekes, hogy akkor, mikor erre tanított Isten, akkor a nyugalom és békesség volt bennem, erőmön felül tudtam teljesíteni, ami nem is én voltam szinte, de és meg sem érezte szinte a test azt a megerőltetett munkát, még akkor is, ha munka volt. Nem volt bennem gyűlölködés, nem volt bennem harag, nem volt bennem bizalmatlanság, hanem egyszerűen csak mentem, és végeztem azt, amire a lélek vezetett. És a következő héten ugye megtapasztalhattam azt, engedte Isten,
megmutatta, hogy milyen az, amikor kijövök ebből az állapotból, amikor beférkőzik a kétség, amikor beférkőzik a bizalmatlanság, és így bizony én is felvettem tulajdonképpen ennek a fenevadnak a bélyegét. Amit azonban szintén megmutatott Isten, hogy ezt még ő tudja formálni. Ettől ő még meg tud szabadítani, hogyha én tényleg ráfigyelek. Ez még tehát folyamatosan ebből akar kihozni, hogy mi ne a fenevadnak hódoljunk, hogy mi ne a fenevadat, ne a testet, ne önmagamat, ne embereket imádjak, és ne azok előtt boruljak le, és ne azok után cselekedjek. Ebből akar minket ugye Isten kihozni, és engem is, hogy és így tudja ő ránk tenni az életnek a pecsétjét. Mert azáltal, hogy lélekben rábízom magam, és tényleg, ahogy megtapasztaltam azon a héten, mikor mindent lélek által hagytam, hogy történjen, és úgy cselekedtem, akkor igenis éreztem, hogy az életnek a pecsétje ott van rajtam, mert annyira más volt az az érzés, békesség volt, és minden, amit az imént elmondtam. És hogy milyen az, amikor a fenevad bélyegét veszem én magamra, tehát nem adják azt, hanem én veszem magamra, az pedig ugye békétlenséget és betegséget szül. Kedves Kornélia és utitársak, annyira örülök, és olyan hatalmas lelki örömben van részem, hogy hallgathatom azokat a gondolatokat, amit Isten kegyelméből Kornélia szívére helyezett az Úristen. Tehát rögtön már az első pár mondat után jöttek kiegészítésként hatalmas felismerések, és nem is akartam ellenállni, hogy azon nyomba ne kerüljön ez hangjegyzetre, úgyhogy meg is osztom veletek, ám bár én is kaptam gondolatokat, szinte ugyanazokat, amit Kornélia most felmondott a hang anyagában. Meg is osztottam, de mégsem volt teljes a kép, és most elmondom, hogy mivel egészült ki. Tehát a teremtéskor az Úristen megteremtette lélek által a világot, a világegyetemet, és ketté elválasztotta a fentieket a lentiektől. Tehát a Földön, a Föld akkori állapotában alkalmas volt lélek általi életre, ami azt jelentette, hogy az akkori minden teremtmény, állatok, tehát a Földön lakók mindannyian lélek általi örömben jártak, keltek, éltek, és az egyedüli Isten volt az ő mindennapi kenyerük. Dicsőséges test volt az, ugyanis Szentlélek által, amikor Ádám és Éva is megteremtetett, persze előtte a más, tehát az állatvilág és a növény által is, a Szentlélek általi megfogantatás volt.
pontosan ugyanaz, ahogy Mária is volt fogantatva, tehát a szó által, a Szentlélek ereje és hatalma által, ugye Jézus testbe jöhetett a tiszta gyermeki anyamébe, ugye Mária találtatott az egyetlen nő alkalmasnak arra, aki gyermeki hittel bízott az általa hallott Isten, szívében hallott Isten szavára, és Jézus Szentlélek által fogamzott, úgymond a mennyek országából, így lett ő a küldött, a képviselő, a tiszta lélek, aki képes volt arra, illetve Isten képessítette arra, mert ők egyek voltak, ő mindig hallotta Istennek a szavát, hogy véghez vigye Istennek az akaratát, mi érettünk és mi miattunk. Tehát visszakanyarodva az Édenbe, amikor megteremtetett Ádám és Éva, ők Szentlélek által fogantattak, és ezáltal volt nekik dicsőséges testük, ami mit jelentett? Azt jelentette, hogy ők is a mennyből kerültek a földre, a paradicsomba, viszont amit kijelölt az Úristen életterületnek, viszont ez nem volt karanténba zárva, korlátozva, úgymond, mint idővel és ezzel a testtel. Dicsőséges testük volt, úgy, ahogy amilyen Jézusnak is volt, miután megdicsőítette Isten, ami azt jelentette, hogy ők is akkor vették fel és tették le azt a dicsőséges testet, amikor akarták. Ez azt jelentette, hogy nem saját akaratuk szerint vették fel vagy tették le, hanem amikor Isten akarata ból a mindennapi kenyér által, ugye, mivel Isten akarata szerint éltek, lelki örömben, lelki gazdagságban és bővölködésben, tehát ha egy Ádám vagy egy Éva, mert feltehetőleg most nekem úgy jött, hogy nem csak ketten voltak, hanem mindenki Ádám volt, és mindenki Éva, minden angyal, aki akkor létezhetett egyszerre két helyen, tehát Isten kegyelméből, jelenlétéből éltek, úgymond lelkiekben, de a földi paradicsomba. És ezáltal ugye akkor vették fel és tették le a testet, amikor éppen arra volt nekik indítatásuk. Így tökéletesen működött a teremtés, nem volt fosztogatás, nem volt visszaélés semmivel. Nem volt kirabolva a föld, nem volt hiány, mert mindent, amit kaphattak, az folyamatos Isten lelkének az ismerete volt, a bővölködése, a gazdagsága, a békessége. Tehát így volt átjárás, párhuzam és harmónia ég és föld között. Tehát ugyanaz a dicsőséges test képes volt a halál ismerete nélkül, fájdalmak nélkül, ugye, átmenni az Isten jelenlétébe teljesen feloldódni, és hát vissza is jönni a teremtésbe, úgy, ahogy Jézus is megmutatta magát. Azért mondom, hogy feltehetőleg többen voltak, hiszen ott az elején írja, hogy amikor elkészítette a mennyet és a földet, és elválasztotta a vizeket, és megteremtett mindent, tehát így készült el a fenti seregek és a lenti seregek, tehát itt többes számba beszél. Tehát amikor az Évába megszületett a gondolata annak, hogy talán Isten szava, miért van szükség Isten szavára, és talán nem mondhatott igazat azzal, hogyha ő másképp csinálná, másképp, tehát nem Isten akarata szerint és akaratából lelki örömben élne, hogy tehát nem tud, eljátszott ezzel a gondolattal, nem tudta
elhinni, hogy az olyan következményekkel járt, mint ahogy az nem tiltásfája volt úgymond akkor, hanem inkább figyelem felkeltő. Tehát úgy, ahogy a szülő is felhívja a figyelmét a gyerekének, hogy kedves gyermekem, ha az ujjadat a tűzbe tartod, akkor el fog égni az ujjad. De viszont a tűz az jó eszköz, de nem arra, hogy te égjél el benne, hanem pontosan arra, amire az ember ugye használhassa melegedésre télen, és hát nem fogom sorolni, mindenki tudja. Na, tehát ugye ez a gondolat volt az Isten ellenes gondolkodás, a földhöz ragaszkodás. Éva elkezdett jobban ragaszkodni a földi élethez, és már nem Isten akaratából akarta úgy járni az utat, ahogy addig is járhatta, és addig tökéletes volt, megszületett benne az Isten ellenes gondolkodás, a földhöz való ragaszkodás, a birtoklás, és hát ez volt, és a megkérdőjelezése annak, hogy mi van, hogyha az a figyelmeztetés az úgy nem volt igaz. És így született meg az Isten ellenes gondolkodás, tehát amiről tudjuk, hogy Krisztus ellenes, és hát ezzel győzte meg Ádámot is, és így ők ketten összeesküdtek Isten ellen, és hát nem akartak már az ő akaratában járni, kelni, és akkor az történt, hogy Isten ugye kereste őket, hiszen már bujkáltak a saját gondolatuk szerint megcselekedett tervbe, az Éva tervébe, hiszen a tervvel együtt, tehát a tervvel, a saját tervével, saját gondolatából jövő tervével győzi meg ugye Ádámot, így esküsznek össze Isten ellen, és elkezdik cselekedni az Isten ellenes dolgokat. És Isten ugye keresi őket, mert már van következménye a bűnnek, az Isten ellenes gondolkodásnak, de akkor még mindig ugye dicsőséges testük volt, és Isten felajánlja nekik a kegyelem útját, mivel nem hajlandók beismerni, ragaszkodnak, hogy ők birtokolni akarják, és kipróbálni azt a tervet. Ezért Isten a fenevadból, tehát a földből, ugye, adta nekik a fenevad bélyegét, illetve ezt a halandó testet, hogy azt az antikrisztusi, illetve Isten ellenes gondolkodással ne tudják megfertőzni a mennyek országát, ne tudjanak ugyanúgy lélek, ne tudják többet felvenni és letenni azt a testet, amikor akarják, mert az már nem Szentlélek által fogamzott, hanem ugye az Éva ötletéből. Tehát Isten úgy mond az Éva elképzelését, hogy a földiekből éljenek, Éva elképzelését megalkotta ezzel a halandó testtel, hogy viseljék mint emberek annak a bűnnek a következményét, hogy láthassák, hogy ez hová vezet. És ugye ez a test már nem volt alkalmas arra, hogy ők többet így kerültek ki Édenből, és így nem mehettek vissza, tehát ez már nem engedte meg azt, hogy akkor vegyék fel, és akkor tegyék le, amikor akarják. És hát a fenevad bélyeg, illetve a fenevad teste, mulandó test lett az, a meleg ágy, ami által továbbá ugye az Éva terve és törvényei szerint működik. És ugye abból lett, és azáltal onnantól kezdve tisztátalan a lélek, és már nem a Szentlélek fogantatásából ugye szaporodik és sokasodik a földön, hanem Éva tisztátalan gondolkodása által fogan meg
a lélek, tehát a fogam meg a test, és akkor hát ugye így örököljük át a fenevad bélyegét, tehát már maga ez a mulandó test a fenevad bélyege, hiszen amikor le kell ezt tenni, ez visszamegy a földbe, a föld követeli magának, hiszen a sajátja. Na, nekem ezek a gondolatok jöttek, remélem nem volt túl hosszú. És hát, na hát erről a fenevad bélyegéről kellene lemondani Isten segítségével, ezért lehetetlen embernek, mert nem tudja az ember felismerni, hogy ez a test a fenevadnak a bélyege, ezzel és ezáltal cselekszi meg az Isten ellenes terveit, gondolatait, és az ugye nem más, mint a paradicsomban megfogant tisztátalan lélek, lelke, gondolatai Évának, és hát ugye addig, amíg az ember nem szembesül az Isten ellenes, életellenes, antikrisztusi lelkületével, addig mindenféleképpen ragaszkodik a fenevad bélyegéhez, az Éva fenevadja bélyegéhez, a mullandó testhez, és hát nincs, ahogy azt elengedje, hogy a Krisztus által, az Úristen szent lélek által visszaadja az eredeti állapotot, miszerint lélek által és igazságban fogadjon meg a lélek, és visszakaphassa majd azt a testletétele után azt a dicsőséges testet, ahogyan Krisztus megmutatta, és ő is megkapta, miszerint utána majd angyalokká leszünk. Persze ezt már itt is tapasztaljuk, hisz Isten kegyelméből, jelenlétéből élünk, van átjárás lélek által, tehát jövünk, megyünk, onnan van a mindennapi kenyér, de utána a testletételével ez teljesen valóságossá válik újra az éveni paradicsom, miszerint az angyalok, a dicsőséges test akkor veszi fel és teszi le, amikor akarja, és már nem él vissza. Isten akaratával nem kételkedik benne, és ugye a kertbe azért mondta Isten, hogy olyanná lett, mint pontosan, ahogy Kornélia, te mondtad, olyanná lett, mint egy közülünk, hiszen Isten egy, és az ember vagy az ő akaratából él, és akkor nincs szüksége a saját gondolatára, nem lesz neki saját gondolataihoz bűntest és ego, hogy akarja azt cselekedni. Tehát ezért mondta, hogy az ember Istenné lett, Istenné tette magát a kételkedés által, a hazugság által, és ugye teremtett magának egy elbukott világot, egy elbukott testtel, és így most már megismerhette a gonoszságot, a rosszat, ha bár nem lett volna erre szükség, hiszen fel volt hívva a figyelme. Na, de ez is megmutatja, hogy Isten milyen kegyelmes, hogy ha ámbár megengedte, de mégis van kegyelem, és a Krisztusban láthatjuk, hogy mekkora az ő irgalma, hisz feláldozta őt nekünk, hogy láthassuk az igazságot, az útat, az életre, az Édenbe, a dicsőséges testre, a dicsőséges identitásra, az Isten gyermekké válásra. Sziasztok!